bebbe tarandella cascuta in verità e fatta pilizzi di castangari mai vi fa a ballamula contenti mentre siamo tutti qua quando è bella tarandella d'un amore in quantità tarandella pilizziti a ballare sai vi fa tarandella d'ogni cuore cerca di felicità. Haladunk, haladunk a 115-ös úton. Likata felé. Lassan most már elérjük. 10 kilométer kb. Itt vagyunk fönt Likata fölött, a San Angelo erődnél, ami egy 15. századi erőd, kastély. De amit szeretnék mondani először is, alattunk van Likata városa. Előttünk pedig itt van a tenger, a másik oldalon. Ahol az Eknomosz foki, mert annak idején ez még az Eknomosz foknak hívták, az Eknomosz foki csata volt az első pun háborúban, időszámításunk előtt 285-ben. A rómaiak jöttek arról 330 hajóval, a kártágóiak meg jobbról jöttek 350 hajóval, mindegyiken ilyen 140 ezer fős legénységgel. Tehát 280 ezer ember csapott itt össze, amíg kész szeretném emelni ezt az egész háborút annak idején. Ez volt a tengerész gyalogság feltalálása a rómaiak szempontjából, mert kitalálták azt, hogy a hajóikra tették a korvuszt, ami egy ilyen leengedhető csapóhíd volt. Hollónak hívják különben a korvuszt. Beleakadt a másik hajóba, és így, mint a gyalogsági hadsereg át tudott menni a másik hajóra, erre a punok nem voltak felkészülve, és így szárazföldi csatára sem, így tudták megverni őket a rómaiak. Előttünk a temető látszódik, és az is jól látszik, hogy hol vannak a kis emberek, és hol a nagyok. Esetleg itt Szicilián a befolyásosabb, hatalmasabb ranggal rendelkezők, maffia vezérek esetleg, vagy családjaik, illetve a pornép ott alul. Mondjuk azok se egyszerűek itt, mi? És ott gubbaszt a kis autók. Azt hittük, hogy árnyékos lesz, de már elment a nap. Elhagytuk Likatát. Tovább megyünk az SS-115-ösön, azaz az SS-115-ösön. És gondoltam, hogy addig elmesélem, mert ez mindenkit érdekelhet, akit nézi ezt a felvételt, hogy mitől SS? Hát az, hogy Strada Statale, tehát ez a nemzeti út, igaz, cicám? Mert van az SR, a Strada Regionale, az SP, az a Strada Provinciale, attól függ, hogy melyik szervezethez tartozik az adott út. Igen, ki a karbantartója, építője. Úgyhogy ezt mindenkinek tudnia kell szerintem, aki idejön. Szóval nagyon fontos. Igen. Tehát, hogy kit szígyon, amikor belemegy egy kátyúba vagy gödörbe, vagy ráomlik egy ilyen alagút. Például feltétlenül Strada Statale, a Nemzeti Útbizottság az a hülye. Oggi mi sento molto bene. Ho il sole dritto, 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 dritto in faccia e siamo inizio un mese. Oggi mi sento una potenza. Saluti e baci alla mia concorrenza, sui blocchi di partenza. Mamma, mamma, il destino è clandestino, finge di essere lontano, invece qui vicino, invece qui vicino. Cosa fa? Quel che posso. Keressük a Lidl-t, mert vásárolnunk kell, illetve föl van írva a programba. De
úgy látjuk, itt már azért figyelni kell a migránsokra egy kicsit jobban. Agrigentói Lidlhöz. Már jön is Ancsi, mert bevásároltunk. És most majd kicsit felmegyünk a városba. Aztán irány a templomok völgye. De most még nagyon meleg van, hogy oda menjünk. Meg is érkeztük Agrigentóba, a belvárosba. Hát itt a, nem belváros, mert itt a vasúti pályaudvar mellett. Hát íme így néz ki föntről a városról a tengerpart, alattunk a bevezető utak. Bemutatjuk Andrea Camilleri-t, az írót, Montalbano sorozatnak a kitalálóját, aki tulajdonképp nem messze Porto Empedocléba született, ugye? Mester mondja azt, hogy igen, ja. Sí. És ezért tudta kitalálni az ilyen szicíliai történeteket, mert a helyszíneket nagyon-nagyon-nagyon ismeri. És csak honnan jöttek ezek a nevek, hogy Vigata, meg Montelusa, meg mit tudom, ilyen fantaszmagórikus neveket talált ki a helyszíneknek. Hát nem válaszol. Jó, ezért utaztunk ide Dunakesziről. Örök titok marad, mert nem válaszol nekem, és ezért jöttünk ide Dunakesziről. Templomok völgyébe a hegy hátra. Ugye, amit mondtam az előbb, hogy a város följebb van, tehát nekik völgybe vagyunk, a régészeknek meg hegyháton vagyunk, tehát mindegy, templomok hegye. Lényeg az, nem fogjuk elmondani a történelmét az egésznek, mert a Wikipédiában is 21 oldal, úgyse tudnám itt fejből előadni, nézzen utána mindenki, aki akar. A lényeg az, hogy a Juno templomnál vagyunk, ami római Juno, a Héra görögül. Ez a legszélső a templomok völgyén, a hegyháton, ami legkeleti oldalon van, és haladunk majd arra, de csak a Concordiáig fogunk elmenni, ami középtájon van, mert amúgy 8 templom maradványa van itt, de ami legjobban megmaradtak, az 2 igazából. Többivel nem foglalkozunk most. Akit jobban érdekel, az majd utána néz. Restiamo solo noi da questa spiaggia affollata ti porto via. Guarda gli amici tuoi, c'è chi ti mangia con gli occhi ma tu sei mia. Un Acropoli solenne, un pattino sul mare. Presto ti vieni a sdraiare con la testa due passi. A Concordia templomnál, ami az én kedvencem, azért, mert azt jelenti, hogy egyetértés, úgyhogy nagyon szuper, már a neve is. Viszont a legjobb állapotban megmaradt templomok egyike a térségben, és ami még nagyon fontos, hogy azért maradhatott meg ilyen remek állapotban, mert annak idején a középkorban keresztény templomnak használták, úgyhogy a keresztények megóvták a mindenfajta problémáktól már a 400-as évektől. Úgyhogy köszönjük neki! Quattro bracciate di mare, questo ti voglio asciugare, la tua bocca sa ancora di sale, un'estate con te, con te, un'estate con te,
Megérkeztünk Agrigento mellé, San Leone-ba. Ez is már egy ismert helyünk, a Camping Village. Ez Valle, ez egy templi. Már voltunk itt egyszer. Na ez az én világom jobban, mint az előző két szállás. Palotánkat palotára cseréltünk, itt a kis 20-as palota. Ez sokkal háziasabb, családiasabb, mint az a csilli-villi palota volt, szerintem legalábbis. Ki tudunk egy kicsit ülni a természetbe. Nem úgy, mint Sikli közepén a város ízébe, tetőbe. Na, room tour, készen vagy, ennyi, két ágy, egy hüttő, és három ágy tulajdonképp, és egy fürdőszoba. Megyünk is tovább. Itt meg ilyen hordók vannak átalakítva gyereklakásokkal. Na, szóval ezek meg ilyen kis diákoknak, vagy nem tudom, milyen hordók vannak kialakítva szállásnak.